Az alábbi kisfilmen az R134 típusú berendezést mutatjuk be. Természetesen nem lesz hosszú, hogy ne sokkoljuk a H5 KDR közönségét, de azért legyen kellően izgalmas ahhoz, hogy mégis felkeltse az érdeklődést. Tehát ez, amit most láthatunk, ez a berendezés, följebb kúszik a kamera, ott pedig a blokk 12 látható, amely a távíróegység. Az az érdekes, hogy egyetlen egy olyan berendezést sem találtunk, ami benne lennének a távírószűrők, mindegyiknek át van kötve a helye. Ha visszakúszunk az R134-hez, akkor a rövid tanfolyamunk keretében itt ezen a kapcsolóval lehet be és kikapcsolni. Most jelen pillanatban nem fogom kikapcsolni, hiszen üzemel. Az automata antenna hangolójában pedig ezt a gombot kell megnyomni. Figyelem! Hopp, le is hangolta magát. Az egyes frekvenciákat itt lehet beállítani. Ez azt jelenti, hogy egy csatorna, ami ide fölmenjünk, most a blokk 12 működik, tehát egy csatorna, mondjuk jelen esetben a 6-os, tehát a 6-os csatorna, ami itt látható, hogy a 6-os csatornán vagyunk, az a függőlegesen a 6-os oszlopot jelenti. Hogyha én itt elállítom a 3 MHz-et 4-re, akkor elmegy 4-re, aztán 5-re, visszatérünk, 3585, most elmegyünk 3560-63-ra mondjuk, teljesen mindegy. Becsukjuk a fedelet, gondosan, és megnyomjuk a hangoló gombot. És a rádió demonstrálta, hogy nem bír lehangolni, mert valami nem tetszik neki. Akkor van egy reset gomb, megnyomjuk a reset gombot, és bár működik is a történet tovább. Rájöttünk, hogy ott valamiért nem megy a rádió, fogjuk, visszamegyünk a 6-os csatornához, 3583 kHz, becsukjuk, szépen újra megnyomjuk, hopp, és már le is hangolt a szerkezet. Ez a tömbrel kapcsoló, sokállású tömbrel kapcsoló, ez a feszültségek ellenőrzésére szolgál, illetve itt lehet a kimenő teljesítményt indikálni. Ez a kapcsoló, ez 10, 30 és 80 decibel, természetesen mínuszban értendő csillapításra alkalmas. Itt lehet beállítani a telefon, tehát telefonként működik, 10% illetve 100%, ez azt jelenti, hogy 6 watt illetve 60 watt, de ha fölmegyünk ide, erre a pontra, ide, és ezt a kapcsolót itt felkapcsoljuk, akkor ezentúl ezzel a kis kézi potenciométerrel lehet szabályozni a kimenő teljesítményt. Ha ez alatt a fedél alatt egy gomb lakik, de azt nem mondhatom meg, hogy mi a funkciója, mert akkor mindenkit meg kell ölnöm, aki tudomást szerez róla. Na már most. Jelen pillanatban ugye azt mondtam, hogy a blokk 12 működik, ezt itt tudjuk elállítani, átvegyünk szépen a 6-os csatornára, ezt pedig visszarakjuk ide, és már szól is a rádió. Itt lehet valamit hallani. Elmegyünk távíró sávba, megpróbálunk valami távíró jeleket eszközölni. Ugye a készülék alapvetően USB és távíró üzemmódra szolgál. Megint megpróbáljuk lehangolni. És nem sikerült, ez azért van, mert hogy nekünk demonstrálja a hibát. Azt mondja, hogy itt van a távíró billentyű, ez a kis tündérke, ez a távíró billentyűje. És úgy lehet vele távírozni, hogy az ember megfogja, itt a funkció gombnál, itt átteszi a AT feliratú valamire, tömblerre, ezt a Priomról átkapcsoljuk Peredácsra, és már is mehet a távíró, de mi visszakapcsoljuk USB-re. Kézi érzékenység, itt lehet állítani ezzel, ezt kikapcsolom, itt van a kézi érzékenység szabályozó, borzasztó, visszakapcsoljuk a Rucsnaja,
ez pedig a hangerő. Hangerő. Alapvetően hirtelen felindulásból ennyi elegendő. Ez 5 perc, kicsit több mint 5 perc tanfolyami kérdés volt. És most a készülék nagyon fontos, hogy a készülék ezen a csatlakozón keresztül, a blokk 12-es csatlakozónak az úcska felirat alatt lévő csatlakozóján keresztül köthető össze a számítás technikai berendezésen, tehát számítógéppel. És alapvetően a blokk 12-ről ugyanazokat a feladatokat meg lehet valósítani, mint itt a másikon, tehát a távíró hangszín, Gromkoszt hangerő, Peredács Prium, itt vannak a különböző ellenőrzők, tehát Peredács, itt van a távíró adásvétel, itt ugyanúgy be tudom állítani a különböző lehetőségeket, hogy távíró USB, illetve csak hangszóróként a garnitúrába, és itt vannak különböző egyéb ilyen géptávíró csatlakozói lehetőségek. Hát röviden ennyit az R134-ről, hogyha van kérdésed, akkor tedd föl, nálunk ez a laktanyában működik, tökéletesen, és akkor a legközelebbi szereplőnk pedig ő lesz majd, itt elhúzzuk az UM fokozatot, ő lesz majd, ő pedig a automata antenna illesztője az R134-nek. Köszönjük a figyelmet, szervusztok, hamarosan visszatérünk.